leemeli volt az arcodat, leemeli volt az arcodat. Kijelölnek egy célpontot, akkor azt fölé irányítják, és szétlövik. Az meggyőződésem, hogy mindenkire hat. A napokban nyilvánosságra került egy felvétel Vona Gáborról. Mintha idegileg akarnának kicsinálni. Nyugtatókat adott be neki, bezárta és megismerte. Nem lehet felülemelkedni ezen. Az állásinterjú az valójában kamu volt, de így azt éreztem, hogy senkiben és semmiben nem hihetsz. Tűzfalcsoport. Nem lehet tudni, hogy ki van mögötte. Ne becsüljék alá a magyar kormányzó párterejét. Úgy éreztem magam, mint egy Black Mirror epizódnak a kellős közepén lennék. Ők arra játszanak, hogy az én honfitársaim, a magyar emberek meghaljanak. Feljelentették a családomat. Te nem hős vagy, hanem egy szerencsétlen, nyomorult, ócska kis proli. Én lefagytam. Nem tudtam egyszerűen mit mondani. Valótlanul híresztelte. Kinek szóljon ilyenkor az ember? Senkinek nem tud szólni. Mi történt valójában azokkal, akik az elmúlt években Orbán Viktor politikai kihívói voltak? Nem lejárató szándékkal készültek ezek az anyagok? Vagy egyszerűen csak állampolgárként kifejezték a kritikájukat? Nem tudja, hogy ki írta ezt a cikket. Elmondtuk, hogy ide nem jöhettek be. Valóban szabad országban élünk?